Ahogyan egykoron a vasi és acél országává akarták a bolsevikok tenni Magyarországot, úgy tűnik, hogy ma az a rögeszme, hogy akkumulátorgyár nagyhatalom leszünk, és az is úgy tűnik, hogy ehhez nem kis ár még az sem, hogy postások egészségét, vagy ne adj Isten életét veszélyeztessék. Ugyanis az alsó-zsolcai logisztikai, postalogisztikai központ közvetlen közelében épülne meg az új akkumulátor újrafeldolgozó üzem, de olyannyira a közelében, hogy információk szerint gyakorlatilag egy válaszfal választaná el a kettőt egymástól, és mivel ezek a csarnokok úgynevezett nagyon gyenge szendvics panelekből épültek, ezért lehet arra gondolni, hogy óriási egészségi kockázatnak lesznek kitéve a káros anyagok miatt az ott dolgozó postások. De forrong a helyi lakosság is, ugyanis nemrégiben, a múlt héten volt egy lakossági fórum, amelyre ugyancsak meghívásos alapon lehetett elmenni, de mégis az lett a vége, hogy gyakorlatilag a biztonságiak menekítették ki a gyár képviselőit. Úgy tudjuk, hogy a postások is aláírásgyűjtésbe fognak kezdeni, petíciót fogalmaznak, mert nem szeretnék, hogyha ott épülne meg ez a veszélyes üzem. És szeretnék emlékeztetni arra is, hogy arról az alsó-zsolcai posta logisztikai központról van szó, amelyet tavaly tavasszal a kampány hajrájában adtak át, és amelyről most az derült ki, hogy lehet, hogy nem is teljes egészében a postáé, vagy lehet, hogy az egész nem a postáé. Ugyanis az imént említett lakossági fórum úgy volt meghirdetve, hogy az a Magyar Posta által bérelt csarnokban lesz, így felmerül a kérdés, hogy mi lesz a sorsa ennek a logisztikai központnak, ha valóban oda a tőszomszédságába épül ez az akkumulátorgyár, vagy ez az üzem. Ugyanis az nyilvánvalóan számunkra és a postások számára nem lehet opció, hogy megszűnjön ezért a munkahelyük, de az sem lehet opció, mint ahogy azt ők is mondják és akarják, hogy ott épüljön meg ez az üzem. Ezért a Mi Hazánk mozgalom támogatásáról szeretné biztosítani az alsó-zsolcai postás dolgozókat, és hogyha kell, akkor akár a helyszínen lehetőségeinkhez mérten segíteni is fogunk nekik, mert egyet akarunk mindannyian, hogy ne veszélyeztessék a magyar postások életét.